Tisztelettel köszöntöm a mai sajtótájékoztatón megjelent polgármester urakat, szervezőket, segítőket és természetesen a sajtó képviselőit is. Valóban így van, hogy 35. éve rendezzük ezt a versenyt, amely természetesen nem így kezdődött, egy egyszerű falusi május 1-ével, egy ilyen, mondhatnám azt, hogy egy kicsit ilyen baráti találkozóval, de azt azért nyugodtan elmondhatom és tájékoztathatom önöket, hogy ez a baráti jellege 35 év után is megmaradt, azt hiszem mondhatom, ennek a rendezvénynek, és ez az év részben azért is különleges, mert először is egy számunkra fontos évforduló, a másik pedig az, hogy ismételten a világbajnoki pályán, a 2015-ben megrendezett világbajnokságon felépült pályának a nagyon pici változtatásával, de természetesen az akadályokban felállító kapuk nem ugyanazok, tehát egy módosítással, meggyőződésem szerint nagyon jó talajjal, nagyon jó lehetőséggel és technikai színvonallal fog rendelkezni ez a verseny. Ez a 10 nemzet is bizonyítja azt, hogy Fábián Sebestyéni fogadhajtó sport, mondhatom azt, hogy egyszer is mindenkorra egy olyan név a nemzetközi fogadhajtó világban, ami bizonyos mértékben kötelez is bennünket. Ez a kötelezettség arról szól, hogy akármilyen gazdasági nehézségek vannak, akkor is ezt a versenyt megrendezzük, megtartjuk, és szeretnénk ezzel is támogatni, hozzájárulni a magyar fogadsportnak a sikeréhez, a sikerét segíteni természetesen a mi rendezői mi voltunkból fakadóan, de hát utána majd a hajtókon és a versenyzőkön és a edzőkön van a hangsúly. Ez az év is ebből a szempontból nagyon fontos, mivel a kettes fogadhajtó világbajnokságra készül a magyar csapat, és ez egy olyan helyszín, ahol úgy gondolom, hogy a felkészülésnek jelentős részben meg tudunk felelni. Ez az év a fogadhajtó sportágon belül, vagyis ez a rendezvényünk, ez azért inkább egy kicsit a fiatalokról is szól. Szeretnénk egyre jobban népszerűsíteni ezt a rendezvényt, és a 14 év alatti fiataloknak lehetőséget biztosítunk ide látogató fiataloknak az ingyenes belépésre. Ezzel is szeretnénk egy olyan családi programot, egy olyan segítséget a családoknak adni, hogy ezen a versenyen, akik részt vesznek, azok nem csak sportélményben, hanem egyéb kulturális élményben is legyen részük. Én hiszem azt, hogy ez a rendezvény továbbra is erősíteni fogja azt a betöltött szerepünket, amelyet eddig is töltöttünk be, és ebben nagyon nagy segítségünkre vannak az itt mellettem, előttem, második sorba ülő települési vezetők, polgármester urak, akik nagyon sokat segítenek abban, hogy ez a rendezvény valóban sikeres legyen és eredményes, és szép is amellett. Ez nagyon fontos, mert az elmúlt időszakban már ennek az összefogásnak az alapjai és részben a kiteljesedése is megtörtént, de minden egyes ilyen alkalommal szeretjük igénybe venni azt az önkéntes felajánlást, amit ugye a polgármester urak a lehetőségeikhez mérten hozzáteszem, és nem anyagi segítséget értek ez alatt, segítenek abban, hogy ez ne csak Fábián Sebestyénről szóljon, hanem a térségről szóljon ez a rendezvény. Ezt én itt is szeretném külön a sajtó nyilvánosság előtt megköszönni mindannyiójuknak, és természetesen azoknak is, akik jelen pillanatban, ebben a pillanatban nincsenek itt. Tehát ismételten egy szép hétre készülünk, reméljük, hogy az időjárás is kegyeibe fogad bennünket, habár volt már sok meglepetés a verseny ideje alatt, a korábbi versenyek ideje alatt, de mindig megoldottuk azt a legnehezebb pillanatokban is. Bízom abban, hogy talán egy kicsit idén ez könnyebb lehet, mert az a nagy mennyiségű csapadék a múlt héten leesett, remélhetőleg a ma reggeli fagy is ez volt az utolsó, és akkor minden akadály elhárul annak érdekében, hogy azért, hogy ez a verseny valóban jó színvonalon, nemzetközi zsűri előtt, nemzetközi akkreditáció előtt eredményes és sikeres legyen. Köszönöm.